Összesen láthatták a Patkóban 57 ellenzéki képviselő jutott be a közös listát állító baloldali pártok színeiben az országgyűlésbe. Ez kevesebb, mint a 2018-as 65 fő. Vannak jól ismert politikusok, akik búcsúznak a parlamenttől, vagy azért, mert vereséget szenvedtek egyéniben, vagy azért, mert nem kaptak befutó helyet a közös listán. Ez Szél Bernadett egyik ikonikus parlamenti szereplése. Miután a politikus 2018-ban az LMP gyenge választási eredménye miatt lemondott társelnöki posztjáról, függetlenként ült be az országgyűlésbe. 2018. decemberében ő is azok között a képviselők között volt, akik sípokkal, szirénákkal és kiabálással akadályozták az országgyűlés munkáját. Az ilyen és ehhez hasonló akciókra mostantól Szél Bernadettnek az országház falai között nem lesz lehetősége. Ezúttal nem tudta megnyerni saját egyéni körzetét. Bernadett a fideszes Menczer Tamással szemben maradt alul. Az LMP társelnöki székében Szél Bernadettet követő Schmuck Erzsébet sem jutott be a parlamentbe. Az ő kiesésével idén mindössze 4 LMP-s politikus szerzett mandátumot. A legnagyobb létszámfogyatkozást a Jobbik könyvelheti el. 2018-ban 26 fővel jutottak a parlamentbe, most viszont már csak 9 képviselőt delegálhat az országgyűlésbe Jakab Péter pártja. Nem sikerült, úgyhogy megnyomtam a 10%-t. Kiesett például a Nemzetbiztonsági Bizottságot is vezető Stummer János, és az a Potocskáné Kőrösi Anita is, aki a kampányban azt hangoztatta, hogy katonákat küldene az orosz-ukrán háborúba. Nem a gyerekeinket, meg az unokáinkat akarjuk a háborúba küldeni, hanem azokat a NATO szerződés szerinti sorá, vagy milyen hadköteles, hivatásos, akinek ez a dolga. El kell tekerni, el kell zárni. Nem jutott mandátumhoz az orosz gázcsapok elzárásáért kardoskodó, párbeszédes Kocsis-Cake Olivio sem. Ez a nagyszerű asszony azon túl, hogy főállásban mentőtiszt, hospice-ellátásban segítkezik. A kamu videós Koros Lajos pedig egyéni körzetében veszített, és a baloldal közös listájáról sem jutott be a parlamentbe. A politikus legutóbb a koronavírus járvány első hullámai alatt azzal az MSZP-s kamu videóként elhíresült kisfilmmel szerepelt a sajtóban, amelyben a kormány támadva mentőtisztként mutatta be Németh Attinát, csak hogy kiderült, a nő soha nem dolgozott mentősként. A szocialistáknál két korábbi elnök, Mesterházi Attila és Molnár Gyula is búcsúzik az országgyűléstől, de nem lesz ott a zuglói választókerületet évek óta képviselő Tóth Csaba sem. Az ő neve néhány hete merült fel abban a zuglói parkolási botrányban, amelyben szocialista politikusok kaphattak több 10 milliós vesztegetési pénzeket. Mi a parlament alakuló ülését bojkottálni fogjuk. Tóth Csaba helyett Hatházi Ákos jutott mandátumhoz, csak hogy a politikus szombaton videóban jelentette be, hogy ő és a Momentum képviselői nem vesznek részt a parlament alakuló ülésén. Nem szabad részt venni a klasszikus parlamenti munkában. Hatházi Ákos a többi ellenzéki pártot is arra bíztatta, hogy kövessék a példájukat és ne üljenek be a parlamentbe. Szakértők megjegyzik, hogy Hatházi Ákos 4 éve is ugyanezt mondta, aztán mégis beült az országgyűlésbe.